Sok szeretettel köszöntöm az Ajkaics online nézőit, élőedzői értékelés, FC Ajka Kozár Michelin 4-2. Sok szeretettel köszöntöm Kis Károlyt, az FC Ajka vezetőedzőjét. Megkérem, hogy értékelje ezt a találkozót. Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Úgy gondolom, hogy egy nagyon jó mérkőzést láthattak a nézők. Kimondottan változatos volt, ha már csak az eredményt nézzük is, hiszen az ellenfél tudott vezetni, utána mi rövid idő alatt azért fordítottunk. Kicsit váratlanul jött az egyenlítő gól, de szerencsére a csapatot ez nem fogta meg olyan szempontból, hogy itt a második félidőben azért tudtunk nyomást gyakorolni az ellenfélre, és ahogy szokták mondani, idő kérdése volt, hogy előbb-utóbb betalálunk. Hozzáteszem, hogy az ellenfél is veszélyes volt kontrákból, tehát egy kimondottan értékes győzelmet arattunk. A második félidőben, mint hogy nehezebben kezdett belendülni a csapat a játékban. Mi volt ennek az oka? Azért azt is látni kell, hogy az ellenfél is visszaállt, rendezettek voltak, nehezen tudtuk feltörni ezt a védekezést. Inkább ez volt az oka, mert azt lehetett azért látni a mérkőzés hajrájába, hogy kondicionális problémáink nem voltak, hiszen tudtunk iramot diktálni. Három mérkőzés lezajlott. Hogyan értékeli összességében ezt a három mérkőzést? Igazából nekem nagyon fájó a legutóbbi, hát a vereség, nyilván a két győzelem az rendben van, de a vereség, már nem érdemeltünk vereséget, hát nem akarok belemenni, mert hogy milyen gólt kaptunk, amellett nem játszottunk igazán jó, de egy pontot ott is megérdemeltünk volna. Mester, nagyon szépen köszönjük és jó ünneplést kívánunk! Köszönjük szépen, hát nagyon nem tudunk ünnepelni, mert szerdán már Diósgyőrben mérkőzés van, úgyhogy, de ennek örülünk mindenképp. Köszönöm szépen!